Házba rohant egy busz Szigetváron, a tulajdonos otthon volt, csak a szerencsének köszönheti, hogy nem sérült meg, épp egy másik szobában aludt. A busz azért csapódott neki az épületnek, mert előtte egy terepjáróval ütközött. Ketten sérültek meg, egy ember a buszban, egy pedig a személyautóban. A szemben levő falnál álló polcon sorakozó befőttes üvegeket láthatta annak a busznak a vezetője, amelyik kora reggel rohant be a ház falába Szigetváron. A távolsági járat az egyik ablaknál csapódott az épületbe, azt valamint a fal egy részét is betörve állt meg. Az egyik tulajdonos azt mondta, hogy először azt sem tudták, mi az a hatalmas robaj, amire ébredtek. Földrengés vagy valami zuhanás történt, és szerencsére nem ezen az oldalon aludtam, ahol szoktam, úgyhogy összetört minden itt az északi oldalon. Az ebédlő rész, a másik oldal, nem tudok sehova itt közlekedni, várom a biztosítókat, szeretném fölhívni, de nem tudom. A busz ezzel a terepjáróval ütközött a baleset előtt. A közelben lakók azt mondták, hogy csak a hatalmas zajt hallották, de mire kiértek, már csak a roncsokat látták. Két csattanást hallottunk, és utána már azt láttuk, hogy benn van a busz a házba. Ennyi volt, két nagy erős csattanás. A balesetben ketten sérültek meg, egy fiatal fiú a buszon, míg egy másik ember a terepjáróban. A mentők két embert láttak el a balesetet követően. Egy 25 év körüli férfinak a feje, a végtagjai, valamint a csípője sérült. Őt a szigetvári esetkocsi fájdalomcsillapítás, sebellátás és teljes teströgzítést követően az ügyeletes pécsi kórházba szállított. A balesetben egy 15 év körüli fiú sérült meg, ő a fejét ütötte be, de az eddigi vizsgálatok szerint a sérülése nem súlyos, őt megfigyelésre vitték kórházba.